Köszönöm szépen, Gyuri, hogy eljöttél, és a néző kedvéért mondom, hogy azért Gyuri és azért tegeződünk, mert jó néhány éve ismerjük egymást, kollégák voltunk rádióban, televízióban. Én sajnos nem tudtam annyi könyvet írni egyelőre, mint amennyit te írtál, mert ha jól tudom, ez a Szellemidézés, ez a 23. könyved, de engedelmeddel, mielőtt még átadnám a szót elég udvariatlan módon, mert hiszen te vagy a vendég, tulajdonképpen egyrészt minden könyved más, ezt tudjuk. De ez a Szellemidézés, és az, hogy egy irodalmár emlékei, ez, hogy mondjam, az összes többitől különbözik. Szóval azért ez egy olyan összegző mű, ami éppen az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, a 60. évfordulón kapható, noha nem 56-ról szól, de 56-ot és egyáltalán azokat az időket nagyon-nagyon idézi, egyrészt a te kutatásai nyomán, másrészt annak nyomán, édesapád és azoknak a szerzőknek, íróknak, költőknek nyomán, akikről te beszélsz. Mi előzte meg ennek a könyvnek az elkészültét? Milyen munka? Minden könyvem, mert valamilyen vagy düh, vagy késztetés van mögötte, tehát állandóan itt ebben a műben, a történelmi regényeimnél is mindig valami luk van, valami fehér folt van, amit meg kell csinálni, rám vár. Itt is volt egy hasonló dolog, én beleszülettem az irodalomba. Apám szerkesztette 60-tól 64-ig az Újírást, ő volt a főszerkesztője a Váci Mihállyal és másokkal, és el kellett mondanom azt, hogy az az első az a négy év, a 60-as évek elején milyen hatással volt rám, milyen meghatározó hatással volt rám, és el kellett azt is mondanom, hogy apám, mi az, amit apám nem írt meg? Mi az, amit apám nem írt meg, amit nekem sokszor elmesélt, de nem publikálta, részben mert kritikus volt, részben, tehát nem szépíró volt, hanem kritikus, részben mert nem akarta ezeket a dolgokat elmondani, talán azért, mert kímélt minket, vagy a családját féltette. Igen. A lényeg az, hogy ő volt az irodalmi újságnak a rovatvezetője, és a Petőfi körnek az egyik vezető alakja, és olyan fontos szerepet játszottak a forradalom előkészítésében, amit egyszerűen meg kellett írnom. Tehát késztetésem volt, idegesített a dolog, meg kellett csinálni. És egyáltalán, hogy megemlékezz arról, hogy az irodalmi újságnak mikor volt az utolsó száma, igen, mi megjelent. Igen, hogy szerkesztették, hogy történt az egész, hiszen erről senki nem tud. Na most olyannyira nagyon, mindig elmondjuk bizonyos könyvekről, és itt van például ez a Magyar Ifjúsági Irodalom kézikönyve, ami tényleg hiánypótló mű, mert hogy az ifjúsági irodalmat és egyebeket kutattál. De most azért mondom, hogy mindig elmondjuk, hogy hézakpótló, most ebben az esetben a Szellemidézésnél azért mondom, és hogy késztetést éreztél, mert ebben olyan írások vannak, amik nem csak magát az embert, a környezetet, és azt is bemutatják arról az illetőről, akiről nagyon sokat tudunk, mert például Nagy Imréről nagyon sokat tudunk, de hogy ő hol élt, milyen lakásban, milyen ember volt Imre bácsi, ezek vannak itt benne, és akkor itt egyet idézek itt összesen a könyvedből, mert hogy benne vannak még a dátumok is, ez még a októberi kitörés előtt van, azt mondja, 1956. június 6-án délután 5 óra tájban megélékült a csendes kis Orsó utca forgalma. Nem állami autókon, hanem autóbuszon és villamoson érkeztek az emberek vagy gyalogosok, és azt mondja, apám is végigment az apró kerten, a lakás ajtajában egy cikár magas asszony fogadta, Nagy Imre felesége. Na most nem mondom én ezt tovább, de az, hogy az Orsó utcai, a kis kert, milyen a berendezés, stb. Stb. Tehát ez az, ami túlmutat mindazon, ami most a szónak ebben az értelmében a történelem és az irodalom, a környezet. Szóval ez az, amit lehet, hogy most jó, személyes leszek, amit nagyon sokszor, nagyon sok helyen hiányolok. Mert ez olyan, mint egy film. Köszönöm. És tanulmányoztad ezeket a dolgokat, persze, nyilván. Persze. El is képzeltem. A másik pedig a 400-as lista, amiről senki se tud. De akkor ezt azért egy mondatban mondd el. Pletykák, hát amikor a poznani felkelés után a Rákosi, a Borzas, ahogy akkor Borzas, nevezték igen. Őt. És Rákosi pajtás. Azonnal egy 400-as listát állított össze. Nagy Imre volt az első helyen, gondolom. Igen, aztán a Petőfi körnek a vezetőségi tagjait, tehát apámék, és
az akkori, a korabeli értelmiség színejava, akiket azonnal ki kellett volna végezni, be le kellett volna csukni, és ezt összeállították, felállították, és ennek a 400-as listának a megakadályozója volt tulajdonképpen, amit én leírok ott végig a könyvben. Aha, na most nehogy azt higgye a kedves néző, hogy itt 56-os történetek vannak nem, hanem nagyon sok minden, és most itt látod, és a néző is látja, itt bejelöltem magamnak néhány dolgot, amiből idézni lehet. Most nem egy bejelölésnél, hanem most itt nyílt ki. És akkor azt mondja, hogy a botrányos farmer gatyám. Hát szóval azért van ebben más is, és ezt azért mondom, hogy mert a szellemidézés az most nem csak arról szól, hogy 1956, hanem itt engedelmeddel azt mondom, hogy Juhász Ferenc, Tersánszky Józsi Jenő, Berda József, Moldova György, velük kapcsolatos dolgok. Jókait vissza fogom hozni majd mindjárt egy kicsit később. Na de ilyen írások, hogy a botrányos farmergatyám. Miért volt botrányos a farmergatyám? Azért, mert amikor elutaztak 67-ben, a apám elutazott el Trieste-ben egy írókongresszussal, Cseres Tiborral, Fekete Gyulával és a többiekkel, akkor én, amikor elindult, kértem tőle egy farmer nadrágot, egy Levi Strauss, és ebből óriási bonyodalom lett, összeveztek az írók, Szebrényi Lehel is írt erről, Fekete Gyula is, szóval bekerült a farmer gatyám az irodalomba. Ez igen. Akkor a másik, én természetesen nem fogom most felolvasni a tartalomjegyzéket, de összesen, hát nem számoltam meg, hogy hány írás van benne, de úgy körülbelül mennyi lehet, 30, 35, még talán több is, körülbelül ennyi. És te nagyon, nagyon szépen feloszlottad, tehát a régi magyar szellemek és szellemidézés külföldön, de még maradjunk Magyarországnál, és hogyha valaki csak, legalábbis én mindig meg szoktam nézni úgy hátulról is, hogy mi van a könyvben, és akkor azt mondom, hogy forradalmi krumpli. Hát, na most azt mondja, hogy bevallom, a szóba kerülnek azok az októberi, novemberi napok, én mindig krumpli szagot érzek. Miért? Igen, ennek is megvolt egy története, mert amikor apám szerkesztette a irodalmi újságot a Bajza utcában, az Írószövetség székházában, akkor egy vidéki termelőszövetkezet felhozott krumplit az íróknak. Igen. És akkor így Veres Péter hozta haza apámat, és akkor hatalmas nagy zsák krumplival, és akkor ezt tudtuk enni a forradalmi napok alatt, és volt ott minden, és ez annyira emlékezetes volt. A lényeg az, hogy ahogy Goethe mondta, ha meg akarsz ismerni egy írót, akkor el kell menni a helyszínre, ott született, ahol élt. Ezt csináltad. És ezt csináltam meg. Azért került most több idő itt az 56-ra, mert szerettem volna apámat gyakorlatilag rehabilitálni, mert 64-ben annyira kegyetlen módon leváltották, és egy nagyon jó folyóiratot csinált az újírást, és egy nagyon fontos szerepe is volt, mert a konszolidáció ideje alatt megszólaltatott Téri Tibortól kezdve Kodolányi, mindenki visszajött, Ilyés Gyula. Tehát egy nagyon klassz osváti szellem voltam a magyar irodalom, amit szinte lefejeztek, és valahogy erről rendbe akartam tenni ezt az apámmal kapcsolatos dolgokat, de az egész könyv tulajdonképpen az apám emlékezete is egy szellemidézés, de utána pedig el akartam menni a egyrészt Magyarországon, akiket szeretek, akiket izgat, aki a sorsa izgatott, feltáratlan dolgok voltak, és elmentem, ahol született, ahol élt, és külföldön is össze-vissza csavarogtam, de mindig oda mentem el, ahol valaki nagyon érdekelt, és ilyen kis novellácskákat írtam. Igen, na most azt mondtad, hogy előbb említetted Ilyés Gyulát, és akkor erről jut eszembe, és engedelmeddel ezt itt elmondom, ami a fülszöveg, azt mondja, hogy jó napot kívánok, Illés György vagyok, az igazgató elvtársat keresem, riportot szeretnék készíteni a gazdaságról, mert akkor ugye rádiós riporter voltál. Igen, Veszprémi tudósító. Veszprémi tudósító, és erre a válasz azt mondja, értem, tehát Illés Gyulát jelenthetem be, mondta a titkárnő, nem Gyula, Illés György, tagoltam neki gondosan artikulálva. Nézett másodpercig döbbencsön, hát nem Illés Gyura, a híres író? Nem, Illés György vagyok, újságíró, a rádió munkatársa. Aztán kicsit türelmetlenebbé vált a hangja, és azt mondta, jó, na ne tessék idegeskedni, hát van még egy Illés, mondja már. Igen. Na most, hát ezt én most, mint
ettől életszagú ez a dolog, mert olyan dolgokat írsz benne, aki nem az, hogy hivatalosan én a Magyar Rádió Veszprémi tudósítója, hát ez persze ilyen irodalmi véna kell. Mennyi ideig készült a könyv, mert azért ez nem semmi hát összeszedni ennyit. Hosszú ideig, de hadd mondjak valamit rólad is. Rólam nem amikor, kell, itt amikor, ez rólad szól. Amikor szerkesztetted, hogy rám éreztél, szerkesztetted a reggeli krónikát, és a szombat maradt rá. Igen, mindig. És pénteken odaszóltál, és akkor még fax volt. Igen. De van, amikor telefon, és csak annyit mondtál. Gyuri, írjál valami szépet. Igen. Tehát nem témát rendeltél tőlem. És akkor már tudtál tehát szépet írni. Nagyon-nagyon jól esett, hogy egyrészt, hogy észrevetted, hát persze, hogy erre törekedtem, meg gyakorlatilag a barátságok is onnan indult, és ezt muszáj volt, hogy rólad elmondjam. Tehát így hát ezt én nagyon szépen köszönöm. Na, az előbb mondtam, hogy Jókaira visszatérünk, mert van ebben egy olyan is, hogy Jókai titkos szerelme. És most megint csak egy olyan, amikor mondod, mindig kerested a hézagokat és a igen, igen. Az Laborfalvi Róza, ezt mindenki tudja, azt már kevesebben, hogy volt egy második is. Azt hiszem, azt szerintem senki nem tudja, mint ahogy Gábor Áronról se tudja, amikor a Gábor Áron könyvet írtad. Itt van valahol, itt van legendás Székely Hősök, hogy neki volt egy tesója is, akiről nem tudtak. Na most Jókainak a harmadik asszony, és ki volt a titkos szerelme, azt se tudják még azok se, akik otthon vannak az irodalomban. Te erre hol találtál rá? Pedig benne van az aranyember, Mikszát. Na jó, Mikszátnál. Hát egy írt erről, és akkor felkutattam, hogy igaz-e. Uh-huh. És kiderült, hogy bele is írta ezt a szép szerelmet az aranyemberbe. Aha. Tíme alakja az. Tíme alakja. Ez igen. Mert egy igazi szerelem, mert az első egy itt nála idősebb asszony volt, egy színésznő, igen. És az utolsó periódusban pedig egy szintén színésznő, egy nagyon fiatal, 17 uh-huh. éves színésznőt vett el, de közte volt egy igazi szerelem, uh-huh. mire ő mindig vágyott. Igen, miközben ingázott Füred meg Budapest között. Igen, és távcsővel figyelte a Róza, meg mindig megvan egyébként a Füredi házban ez a távcső, hogy távcsővel figyelte a Róza a hajót, ahol ő integetett, nagyon uh-huh. nagy fegyelem alatt állt különben. Na, idézzük a szellemeket így az utolsó percekben, még külföldön, mert hát természetesen itt is a teljesség idég igénye nélkül, de most a szerelemről jutott eszembe már, mint Jókai szerelméről, azt mondja, hogy Puskin szerelme. Igen, igen, Torzsokról van szó. Ez egy kis előváros ott Moszkva előtt, és uh-huh. ott állt meg Puskin uh-huh. nagyon sokszor a leningári könyvtár vezetőjének házában, és ott szerelembe esett. És volt egy kis, egy nagyon szép szerelme, uh-huh. és azt meg is írta, igazi szép szerelem volt. Gyönyörű. De hát egyetlen egy szerelem se tart örökké, és nem őt vette a feleségét. Na most nem véletlenül Puskint mondtam én, mert a 80-as évek végén, pontosabban 89 és 92 között kulturális diplomata voltál Moszkvában. Na most erről csak egy mondatot, mit csináltál, mint kulturális diplomata? A Moszkvai Magyar Intézetnek voltam az igazgató helyettese. Uh-huh. és a nagykövetség ugye integrált és sajtóattasé voltam. Hát akkor nem véletlen, hogy de annyira otthon vagy ebben is, mert azért itt van a Cárevics halál, a Tánya naplója, Tolsztoj házában, igen, ez bejártam. A házában voltál ott? Hogyne bejártam, Jaszna Poljana. Hát ezért kérdezem, mert igen, itt nem ám csak arról van szó, hogy Illés György egy nagyszerű szerző, hanem azért tényleg utána néz. Nem véletlen olyanok a leírásaid, hogy ahogy ismétlem önmagam, hogy az ember egy film közepén érzi magát, de azért innen még azért kiszúrok egyet. Hát azért Bulgakovot, mert aztán sok-sok évtizedes hallgatás után azért a Mester és a Margarita már meghódította a világot, de itt van neked egy olyan írásod is, hogy Bulgakov, Lenin, Sztálin és a moszkvaiak. Moszkvánál maradva. Ez idáig rendben van, hogy Lenin, meg Sztálin, meg Bulgakov, ezt nagyjából úgy, akit érdekelt, ismeri. És mi az, hogy és a moszkvaiak? Leírtam a puccs történetét. Ez át is éltem, a moszkvai pucs, vagy a Jelcin. Pucs, igen, uh-huh. ahol a Moszkva nem akarta visszaforgatni a történelem keretét. Aha. Egyértelműen a Jelcin mellé állt, tehát gyakorlatilag az játszódott le 91-ben, ami nálunk 89-ben. Na most ennek tanulja voltam. Ez igen. És nagyon-nagyon megható volt, ahogy a moszkvaiak a progresszivitás, a haladás mellé álltak. Ez igen, és jó, hogy megírtad. Én végezetül még egyetlen egyet mindenféleképpen, mert
Petőfi és Szendrei Júlia nekem örökké kedvencem, és van itt egy olyan is, hogy Özvegy a mágián, Szendrei Júlia. Azért ezt hozd egy kicsit még közelebb a nézőköz. Nagyon szerettem volna őt rehabilitálni, rendbe tenni, mert olyan, és hát hamis kép is volt egy Vadadi Berta nevű fiatal hölgy, aki a társaságában volt, ő írt egy visszaemlékezést, és olyan sötét kép alakult ki róla, amit átvettek az irodalom. Hát persze, hogy utána férhez ment, meg emlékezte. És sajnos a Hatvani Lajos is, aki, aki szintén sokat foglalkozott vele, és muszáj volt, és tulajdonképpen, és akkor később megtalálták a naplóját, amit jó lenne kiadni, és ott kiderült, hogy milyen gyötrődő, nagyszerű asszony volt, aki hát, kitartott, és az utolsó és ki volt szolgáltatva a kornak. Pontosan, hát akkor egy asszony egymagában mit csináljon, nem tudott mit csinálni, nyilván valami férhez kellett menni, valamiből élni kellett. Igen, de ő de biztos volt benne, hogy meghalt Petőfi Sándor. Henci ezredes látta a tömegsírt, és amikor eltemették, tehát ő abban biztos tudatában, a nemzet mégis megbélyegezte. Igen, de van itt még egy dolog, amit nem nagyon tudnak Szendrei Júliáról, szóval hát azért ő beott volt az irodalomban is. Igen, ezt a munkásságát nem tudják, mindenki csak annyit tud róla, hogy Petőfi felesége azért volt. Azért érdemes elmenni, majd megnézni ott Keszthely mellett ezt a kis emlékszobát, mert ott ki vannak áll. Hogyne, és egész jó verseket is. De jelent. Igen, verseket is. És az Andersen fordításai pedig nekem, mint ifjúsági irodalmi szakértőnek, igen, nagyon fontosak. Tehát hát bekerült az ifjúsági irodalom történetébe is. Most még egy dolog, már az előbb abba akartam hagyni, de azért még egy eszembe jutott, hogy amikor te például Tersánszkit hozod elő, vagy Juhász Gyulát, igen, vagy azt, hogy milyen volt szőkesége, szóval ezeket, szóval milyen szempontok szerint válogattad őket? Csavarogtam. Tehát a Felvidéket, amikor bejártam, akkor úgy mentem, hogy most elmegyek Podolinba Krúdi miatt. Akkor elmegyek a Tátra tetejére Tóth Árpád miatt. Tehát kifejezetten, és akkor elmegyek oda a határ mellé Juhász Gyula miatt, és akkor ahol másfél évet élt, és ott születtek az Anna versek. Tehát azon kívül Brünnbe elmentem, ugye a Kazinci miatt. Nem, ezek mind meghatározott csavargások. Na nem, áll, és Hamlet miatt ahogy elmentél Helsingőrbe is? Jaj, nem, de igen, a Hamlet miatt mentem el, mert Svédországban voltam. És direkt azért elmentél Helsingőrbe. Igen, és nem akartak beengedni. És akkor kitaláltam, hogy rendező vagyok. Mármint a házba? A házba, igen, a nagy házba. És akkor és azt mondta, hogy rendező vagy, és akkor kinyírtak a kaput. Magyar rendező? Igen, és hogy ihletet keresek, mert vasárnap mindenki, nem mondta senki, hogy vasárnap érkezik a hajó, és én nem tudok bejutni Hamlet kastélyába, csak kívülről láthattam, és akkor azt mondtam, hogy hát ilyen messzire, hogyha eljutottam, akkor muszáj valamit kitalálni, és régi nagy Hamlet rendezések jutottak eszembe Gábor Miklóssal, és azt mondtam, hogy már pedig én Budapestről jöttem, és én egy rendező vagyok, és benyomásokat gyűjtök, azonnal kitárult minden, felkapcsolták a villanyokat. Na, most sejtett, gondolom már, hogy én miért ezt hagytam a végére, mert szellemidézéssel kezdtük, és akkor Hamlet, és akkor jön ott is a szellem, ugyebár, ezt tudjuk, de tényleg most már végezetül itt a 23. könyved ez, 24-25, hogy azért, hogy előkészületben van két történelmi regényem. Két történelmi regényem, és még vissza szellemidézéshez, Karinthy Ferencnek nagyon sokat köszönhetek, ő biztatott. Cini. Főleg a Cininek, igen, és ő biztatott, és Hegedűs Géza is. Hegedűs Géza bácsi. Igen, meg Géza bácsi is, igen. Jó, hát akkor ezt így utólag remélem, hogy hallanak bennünket ott. Bár nagyon messze vagyok. Nagyon messze, egy nagyon kicsit már ők messziről néznek. Géza bácsi mutatta, hogy az ő könyve 83 centisek. Jó, neked még ennél kisebben. Én még nem vagyok. Időnk elment, tudod, hogy az idő nagy úr, visszagondolsz a rádióra. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és hát nyugodtan megígérhetem, azt hiszem, hogy a 24 vagy a 25. könyvednél is fogunk esetleg beszélni, jó? Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.